Jó estét kívánok! Jó hír! 2 újabb vakcinát engedélyezett a magyar hatóság, úgyhogy valószínűleg több vakcina is lesz, amivel beolthatjuk magunkat koronavírus járvány ellen. Azt még nem tudjuk, hogy ezek mikor érkeznek, de azért ez mindenképpen bizakodásra adhat okot. És hogy kikkel beszéljük meg például ezt a témát, mutatom is a ma esti vendégeinket. Itt van Mesterházy Attila, Holoda Attila és Nemes Balázs. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És kezdjük akkor ezt a jó hírt egy pici időutazással. Járunk 1966-ban, Indiában, ahol egy neves istálló tulajdonos 25 éves fia eldönti azt, hogy akkor a kiöregedett versenylovak kapcsán fejleszt akkori nagy bajok ellen szérumokat, például mondjuk kígyómarás ellen. Na, ez az a cég, ami ma már iszonyatosan gazdag, és India egyik meghatározó gyógyszercége, és bizony ez az a cég, amelyiktől az egyik gyógyszert, vagy az egyik vakcinát fogjuk kapni, amely az AstraZenecát gyártja, csak Indiában. És ha már érdekes sztorik, akkor azért arról is emlékezzünk meg, ugye, hogy Szijjártó Péter, aki ugye a Sputnik mellett tette le a voksolt, hát ő lett az egyik reklámarca ennek az oroszországi vakcinának, legalábbis az orosz kormány oldal Twitter bejegyzésében megmutatja, hogy hát bizony Szijjártó Péter ennek a vakcinának mondott igent, ebben bízik. Itt lehet is látni, hogy reklámozzák ezt a vakcinát. Pont Nemes Balázs ezt mondta a reklám alatt, hogy alapvetően egyre inkább nő az oltási hajlandósága, hogy egyre drámaibbak a számok, de ez tényleg jó hír, nem? Hogy egyre több a vakcina, és egyre többen gondolják azt, hogy gyakorlatilag mindegy, csak valamilyen vakcinát kapjanak meg. Szerintem ez most a legjobb hír ebből a szempontból, tehát nem véletlen, hogy minden politikai résztvevő is azt mondja, hogy legyen oltás. Most függetlenül attól, hogy a politikai oldalok különben egymást vádolják azzal, hogy ez nem egészen így van, de abból, ahogy nő a halálozásoknak a száma, meg a fertőzöttség száma, látszik, hogy az emberek, akikben azért mégiscsak ott van, hogy a vakcina az arról szól, hogy megelőzzem, hogy jobban tudjam elviselni a betegséget, hogyha mégis elkap egy fertőzést. Én szerintem ez egy nagyon jó hír. Én most nemrég, sőt, tegnap néztem meg igazából kicsit késve a Dunaszerdahelyi Kórházról szóló félórás riportfilmet, úgyhogy bennem eléggé mélyek ezek az élmények, hogy milyen típusú károsodást okoz a tüdőnek, mely részében rámegy a májra, a szívre, a vesére, bármire gyakorlatilag, és nem is tudhatom róla, lehet, hogy nem is tudok róla, hogy van egy szívritmus zavarom, elkapom ezt a valamit, és holnap kifekszek, és vége van. Van ilyen. És nem is tudtam, hogy volt valami eredendő bajom. Tehát elég ijesztő, szintén szólva. És hát én nagyon szomorú vagyok, hogy a halálozásoknak kell ahhoz emelkedni, hogy az oltási kedv is emelkedjen, mert azért azt gondolná az ember, hogy néhány járványt már túlélt az emberiség úgy kollektíve, és ebből tanultunk, de hát a szomorú helyzet az, hogy semmit sem tanultunk, és semmit sem felejtettünk, ugyanazokat a köröket járjuk le, mint a korábbi járványok esetén. Persze szomorú, de az oltások kapcsán meg nyilván az a véleményem, hogy minden oltás jobb, mint a semmi, bár nyilván tudjátok, előttetek sem titok, én a kínai és az orosz vakcinákat nagyon komoly fenntartásokkal kezelem, eleve az engedélyezési folyamatnak a hiányosságai, és hát a hatékonysága is nem egészen azt halljuk, mint mondjuk egy Pfizer esetében, hogy 90% fölött. De ezzel együtt nekem van olyan rokonom, akit választásért lehetottak, hogy AstraZeneca vagy Sputnik, és mondta, hogy Sputnik, mert hogy azok voltak az egészségügyi paraméterek, és én sem mondtam azt, hogy ne fogadja el. Tehát, hogyha bárkinek bármilyen oltás felelnek, fogadja el, mert az 50%-os oltottság, vagy a 50%-os vakcina hatékonyság is jobb, mint a nulla. És a fulladásos halál nagyon rossz. És ezt senkinek nem kívánom, és senkinek kívánja magának se, úgyhogy mindenki oltassabb magát, ha tudja. Hát igen, és most már itt tartunk, hogy ennyire kell dramatizálni a helyzetet, hogy ezt valaki átérezze. Mesterházy Attilával folytatjuk, csak azért egy rövid bejátszót mutatunk, hogy mit kell tudni, illetve mit tudunk egyenlőre erről a 2 új vakcináról. Épp hogy megtanultuk a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca, a Sputnik V és a Sinopharm oltóanyagok neveit, most 2 újabb vakcinával bővül a paletta. Az OGI ugyanis engedélyezte a CanSino és a Covishield vakcinák behozatalát. Mind a 2 vektorvakcina. A Covishield szinte ugyanaz, mint az AstraZeneca, azzal a különbséggel, hogy ezt nem Svédországban, hanem Indiában gyártják. A CanSino az pedig tulajdonképpen a Johnson és Johnson vakcinának a kínai megfelelője, tehát ugyanúgy egy 5-ös típusú adenovírus vektorba illesztett koronavírus génről van szó. A vakcinát eddig Magyarországon kívül Kínában, Pakisztánban és Mexikóban engedélyezték. A védettség eléréséhez egyetlen oltás is elegendő. Egyébként a kínai hadsereget is ezzel a vakcinával oltották be tavaly nyáron. A víruskutató szerint aggodalomra semmi ok, a keleti vakcinák ugyanolyan hatékonyak, mint a nyugatiak. Mindegyik meghaladja a hatékonyság tekintetben a 70%-ot, tehát mindenképpen hatékonyan bevethető a koronavírus fertőzés leküzdése érdekében. Ehhez az kell, hogy a szakemberek is megbizonyosodjanak a vakcinák biztonságosságáról, hatásosságáról és minőségéről. Ha ez megvan, kezdődhet az oltás. És ugye itt a hatékonyság az több szempontot is jelent, ugye egyrésztről az, hogy mennyiben lehet teljesen a tünetmentességet elkerülni, illetve az a lényeg, hogy mennyire kerüli az ember a súlyos tüneteket és a kórházba kerülést. Abszolút. Én még egy dologra azért fölhívnám a figyelmet, ami szerintem majd kicsit úgy talán nincs a fókuszban. Hát egyrészt, hogy még vannak, akik ugye még tüntetést szerveznek a maszk használat ellen is, tehát ezek elmebetegek, már bocsánat, ezek az emberek, én nem nagyon tudom másképpen minősíteni, hiszen... életveszélyes. Hát én ezt másképp minősítem. Tehát ettől függetlenül én azt látom, hogy lehet, hogy még ez a zárás is kevésbé lesz hatékony, mint korábban ezt gondolták. Tehát én teljes tévedésnek gondolom azt, hogy hiú ábrándokat keltsünk a lakosságba, hogy egy hét múlva, két hét múlva már lassú nyitás lesz. Szerintem nem lesz semmilyen lassú nyitás, és azt látom, hogy sajnos a magyar társadalomban is a fegyelmezettség jelentős mértékben csökkent. Tehát én értem a vállalkozókat, hogy nagyon sok probléma van, de nagyon sokan kiskaput használnak ki arra, hogy nyitva maradhassanak például. Tehát van, amikor kulcsmásoló is nyitva van, meg papírírószer is nyitva van, volt, aki vett 2 kapát, és onnétől kezdve már kertészeti gép, vagy azt mondja, hogy ő beírta a kertészetet ebbe a teorszámba, és akkor az alapján büntetnek csak. Tehát én azt látom egy picit, hogy a kormány sem ellenőrzi olyan erővel már ezeket a dolgokat, és mi magyarok vagyunk, szoktuk mondani, ugye, hát másodikként megyünk be a forgóajtón, elsőként jövünk itt, tehát hogy okosban mindig mindent megoldunk, csak most ez pont egy olyan ügy, ahol nem jó, ha okosba megoldjuk, nem jó az, hogyha kikerüljük ezeket a szabályokat, ezért tudom, bármennyire is népszerűtlen tud lenni az, hogy amikor valaki a szigorúbb intézkedések mellett érvel, én mégis azt mondom, hogy kell, hogy kibírjuk. Én is már a tudatom tele van, a gyermekeimnek is, az egész családunknak, de egyszerűen az oltás, és emellett a pontos szabálykövetés, már abban az értelem, hogy vigyázzunk a másikra, vigyázzunk saját magunkra, és ennek a minél többek által való betartása, szerintem ez nélkülözhetetlen lesz itt a következő hetekben. De akkor az nem stimmel, amit talán az Index írt hétvégén, 2 ilyen számot, hogy 2,5 millió beoltottnál nyithatnak az iskolák és a teraszok, 3 milliónál a szállodák speciális szabályok mellett. Ez még mindig felelőtlenség, tehát hogyha azt mondjuk, hogy az 30%-os átoltottság. A tudományos konszenzus az, hogy 70 alatt ugye nem lehet. Ugye hozzászokás tenni azt, amennyien átestek a víruson, amiről igaz, ugye ami nem tudjuk, hogy meddig véd. 300 kötőjel 1 millió. Nem tudjuk, hogy hányan vannak. Igen. Ez egy alapvető probléma. Nem tudjuk a lappangás, van, aki kétszer átesett rajta, tehát hogy eleve vannak, akik azóta elmentek az országból, vagy visszajöttek. Mihez kéne viszonyítani? Tehát, hogy mi az az exakt és pontos szám, amihez viszonyítva tényleg egy transzparens szabályozást lehetne csinálni, na, ha ez ennyi, akkor lehet nyitni, ha ez ennyi, akkor mondjuk normális számok, akkor lehet. De melyik szám? Szerintem van 2 olyan, ami egészen biztosan mértékadó. Az egyik az az beoltottaknak a száma. Én azért hozzátenném, hogy persze az egy oltás is jó, de van, aki már arra amellett érve, hogy van olyan vakcinből 3-at kell beadni, hogy magasabb legyen az ellenálló képessége a szervezetnek. Tehát az egyik az, hogy hány embert oltottak be. 2, hogy azért a szennyvíz koncentráció, tehát szennyvízben meglévő vírus koncentráció, vagy örökítőanyag, nem tudom, hogy szokták ezt mondani, az azért egy viszonylag, úgy tűnik, hogy a világban mindenhol egy viszonylag pontos előrejelzés annak, hogy mi fog történni a következő hetekben. Számomra ma az egyik legrosszabb hír, vagy hogy mondjam önnek, az volt, amikor azt néztem, hogy a különböző megyejogú városokban, megyékben hogyan csökken a koncentrációja a vírusnak a szennyvízbe, és sehogy. Igen. Tehát az a helyzet, hogy stagnál, vagy emelkedik néhány megyében. Ez szerintem kimondottan rossz hír, mert ez azt jelenti, hogy nem fog a nyomás csökkenni a kórházakon, és akkor itt jön a harmadik, ugye, hogyha azt látjuk, hogy nem 1300-1400 ember van már lassan lélegeztető gépen, hanem az mondjuk lecsökken megint minél alacsonyabbra. Ugye ezek mind olyan számok, amik nagyon objektívek, mert vagy ott van az illető, vagy nem, vagy csökkent, vagy nem, vagy beoltották, vagy nem. Tehát vannak azért olyan számok, ami alapján ez belőhető, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen felelőtlenség azt mondani, hogy 2,5 milliónál már majd ezt lehet csinálni, 3 milliónál meg majd azt lehet csinálni, mert vagy azt lehet csinálni, vagy nem azt lehet majd csinálni. És értem, hogy ezt matematikai módszerekkel is próbálják ugye modellezni. Ez nagyon mély emberi ösztön, hogy muszáj valami reményt adni, hogy meddig kell. Ez igaz, de azért, amikor ne hamis reményt adjunk. Amikor minden állam arról beszél, meg minden kormányzat arról beszél, hogy még egyáltalán nincs vége ennek a dolognak, akkor ne az legyen már, hogy egy héttel ezelőtt bejelenti Orbán Viktor, hogy akkor zárunk, aztán utána egy hét múlva már kényszerít érzi annak, hogy akkor azt mondja, hogy de majd nem sokára nyitni fogunk, mert ezzel tényleg azt a hiú ábrándot keltjük az emberekbe, hogy gyakorlatilag 2 hét zárással meg fogjuk tudni oldani az egészet, és nem fogjuk tudni megoldani. És ugye emögött azonnal elkezdi az ember keresni, hogy tényleg mi lehet emögött. Tehát, hogy miért kell ezt ennyire erőltetni, és ugye ilyenkor aztán össze lehet rakni azt, hogy Európa-bajnokság lesz fociból, ahol április 7-ig nyilatkozni kell az UEFA felé, hogy akkor nézők előtt is le lehet tartani a mérkőzéseket, és pontosan tudjuk, hogy a miniszterelnöknek a focihoz képes mindent felülírni, ezek szerint az emberéleteket is. Én pontosan most nem hülyíteném azzal az embereket, hogy emberek már csak ennyit kell kibírni. Érdekes módon, amikor a gazdaságról beszél, akkor már csak 2022-t emlegeti, hogy most ezt kibírjuk, és aztán majd szárnyalni fogunk. Ott lehet várni egy évet. Itt nem lehet azt mondani az embereknek, hogy emberek, nem tudjuk még pontosan, nem ismerjük pontosan, hogy kik azok, akik átfertőződtek, és kik azok, akik még pontosan megkapták ezt. Ennek a kettőnek kellene nagyjából a 60-70%-ot elérni, hogy a Balázs. Hát ugye itt, amit csak az Attilára reagálva, hogy jól mondta ezt a két számot, én kicsit előre szaladtam gondolkodásban, én rögtön azt feltételeztem, hogy a kormány által szolgáltatott adatokra gondolunk, de Attila jól mondta, ezek olyan objektív adatok, amiket kimegy az ember és leméri. Tehát ezt nem tudja a kormány megakadályozni, valaki leméri a szennyvízben az örökítőanyag koncentrációt, ezt meg is kell csinálni, hiszen a kormány által szolgáltatott adatok ugye nincsenek összhangban ezekkel az adatokkal, ami azt jelenti, hogy valami valahol nem oké ebben a rendszerben. Bocsánat, még egyet hadd mondjak, hogy ha végre komolyan venni mondjuk a kormány azt, amit mi javaslunk már nem tudom hány hónapja, hogy tesztelni kellene az embereket. Mert ugye ebből jönne az a 3. vagy 4. szám, amiről beszéltünk, hogy meg lehetne mondani, hogy körülbelül hány ember az, aki már átesett ezen a fertőzésen. Most már minden negyedik teszt pozitív, most már majdnem minden. Így van, tehát magyarul, igen, de mégiscsak például Ausztriába, meg a környező országokba, Csehország, Szlovákia, ott ingyenesen oda mehet valaki, és akkor minden hónapban nem tudom hányszor letesztelik. Tehát azért az mégiscsak a számításokhoz is hozzájárul, ha tudnánk azt, hogy a lakosságban körülbelül milyen arányban van átfertőződés. A Merkeli professzorra egy 10-szeres szorzószámról beszélt, vagy régebben beszéltek még az első hullánál 15-szörös szorzószámról. Ma már valószínűleg nem ennyiszerese, de mégiscsak azért az, hogy lássuk pontosan, hogy körülbelül hol áll ez a fertőzés Magyarországon, az tesztelés nélkül a jóisten se tudja megmondani. Bocsánat, csak annyit még, hogy vannak ezek a tesztek, amiket most már árulnak a patikába, otthon is meg lehet csinálni, de ezeknek olyan horribilis ára van, hogy egy normál ember ezt nem fogja megfizetni, mert 6-8 ezer forint. Miért nem lehetett azt mondani, hogy igen, akkor mindenkinek biztos... Külföldön ez ingyenes. Ausztriában ingyenes. PCR-teszthez képest vastimel vagy nem? Az igaz, bár azt mondják, hogy legalább az antitest kialakulásának a jelenlétét. Tehát azt nem biztos, hogy arra megbízhatóan ad információt, hogy én most fertőzött vagyok. A járványgörbét azt lehet arra, hogy átestem rajta. Szóval, hogy sokat beszéltünk most a számokról, és ugye érdekes, hogy az, hogy mi zajlik a kórházakban, arról nem nagyon tudunk pontos adatot, azt leszámít, hogy mennyien vannak kórházban és mennyien vannak lélegeztetőgében, még azt se tudjuk, hogy az intenzív ágyakon mennyien fekszenek. De azért nyilván nagyon jelzésértékű, amikor maga a Magyar Orvosi Kamara Győri szervezete tesz közzé egy felhívást, ezt mutatjuk most a nap Facebook posztja rovatunkban, mert hogy egy 3-4 órás tréninget szerveznek, amelyben, ahogy láthatják majd, megtanítanák azt, hogy mik a Covid-ról a legfontosabb alapismeretek, hogyan kell az ilyen betegeket ellátni, mondjuk oxigént, hogy kell különböző eszközökkel adni, hogy kell mondjuk alattuk ágyneműt cserélni, vagy ne adj Isten pelengázni, hogyan kell egy ilyen beteget mozgatni, és azt mondják, hogy nyilván majd az egyes kórházakkal egyeztetve veszik fel az ilyen önkénteseket, egyébként nem lehetnek idősebb 45 évesnél a jelen jelentkezők, és hát az a legjobb, hogyha vagy beoltottak már, vagy átestek a fertőzésen az elmúlt 6 hónapban. Szóval ez nagyon ijesztő, hogy ilyen tréninget tesz közzé az orvosi kamara. Egyrészt nyilván az jó hír, hogy sokan valószínűleg, akik képesek arra, hogy segítsenek, jelentkeznek, de vissza is üthet. Ugye a híradónknak nyilatkozott a egészségügyi szakszervezet elnöke, és azt mondta, hogy akit ennyi időt betanítanak, a legjobb szándékkal sem tud érdemi munkát végezni, sőt, akár még hátráltathatja is a munkát. Szóval mit gondolunk egy ilyen szervezésről vagy posztról? Azt mondtad az elején, hogy nem ismerünk pontos számokat. 2 pontos számot biztosan ismerünk. 5500-zal kevesebb egészségügyi dolgozó van jelenleg a rendszerbe, és arról, hogy ők otthagyták a rendszert, arról kizárólag a kormány által erőltetett új egészségügyi szerződés. És ők mindig a 95%-ot mondják, hogy annyian viszont elfogadták az új szabályokat. De most egy ilyen esetben, amikor azt mondjuk, hogy látszik ebből a felhívásból is, hogy minden segítőkész számít, akkor pontosan azt az 5500-at dobtuk ki, akiknek nem kellene ilyen alapképzésen részt venni, hanem egész egyszerűen meg kellett volna várni, hogyha akarnak ilyen reformot csinálni, indítsák el később, de tényleg most miért kellett ennyire sürgősen? A másik, amit pontosan tudunk, hogy az intenzív osztályos betegeknél egy nővére hány, vagy egy szakápolóra hány beteg jut. Pontosan tudjuk, hogy mondjuk Nyugat-Európában sőt, egy betegre 2 szakápoló is jut, nálunk meg ott tartunk már, hogy 5-6 beteg jut egy szakápolóra. Én még egy dolgot azért mindenkinek a figyelmébe ajánlanék, hogy orvosi kamar is nyilatkozott erről, hogy etikai kódexet alkalmaznak már a kórházakba, amely arról szól, hogy arra adna egy, hát nagyon furán hangzik talán, de módszertani segítséget, hogy hogyan választunk ember és ember között. Tehát magyarul kinek adjunk esélyt arra, hogy meggyógyul, vagy kap lélegeztetőgépet, ki az, aki nem. Korábban az első hullám idén Svédország vagy Norvégiából roppentek föl ilyen hírek, hogy ott kiadtak egy ilyen etikai kódexet, akkor a magyar kormány azt teljes mértékben, hogy ezt kihasználta és fölhasználta a saját propaganda céljaira. Most ott tartunk, hogy Magyarországon is fölvetődik ez a történet. Ez várható volt, ugye, és én egyet nem értek, hogy vettünk annyi lélegeztetőgépet, mint a csuda. Ezzel egy szűk keresztmetszetet megoldottunk, nagyon drágán, túlzottan, de mindegy, legalább van. Van egy másik, hogy föl tudunk szabadítani akár 10 000-es nagyságrendbe kórházi ágyakat, szuper, ezt is megoldottuk, nagyon örüljünk neki, most nem cinikusan mondom. De a harmadikat nem sikerült a kormánynak megoldania, miközben mindenki pontosan tudta a legelejétől kezdve, hogy ez a 2 csak akkor ér valamit, ha van hozzá személyzet. Ha nincs hozzá személyzet, és itt most nem önkéntesekre gondolok, akik a lehető legnagyobb lelkesedéssel is dolgoznak, akkor sem tudnak kezelni egy ilyen gépet, nem tudják az intenzív osztályon levő betegeket kezelni. Tehát akkor mi a csodáért nem készült föl a kormány abban az időszakban, amikor hát volt egy kis lélegzetvételnyi lehetőség a nyáron, tavalyi év végén, hogy személyzettel is megpróbálják. Vagy most miért nem kér segítséget? Igen. Hát a másik az, igen, és ugye itt nem értek rá ezzel foglalkozni, hát el kellett menni az Adriára. Hát vagy éppen igen, Dubajba vagy hova. Nem tudom hova, de én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben ez egy nagyon fontos dolog, amit az Attila mond. Mi azt javasoltuk, én személyesen is többször elmondtam a parlamentben, hogy függesszék föl ennek az egészségügyi reformnak, vagy nem tudom, hogy hívják most, módosításnak a hatáját. Még akkor is, ha több orvos azt mondja nekem, hogy van ennek racionális, jó irányba mutató része, tehát nem kell kidobni a fürdővízzel együtt a gyereket, de most jelen pillanatban neki így aztán egészen biztos csak problémát okozó része van, mert van egy olyan átmeneti időszak, amiben egyrészt elvesztünk 5500 embert, hogy te mondtad, nem elveszítenék, még 5500 kéne, és még az is kevés lenne. Másik oldalról pedig van egy nagy bizonytalanság, és amikor frusztráljuk az egészségügyi dolgozókat, bocsánat, akkor még nehezebb egy ilyen nagy nyomást kívülni. Na, eddig jutottunk az első részben, a második részben majd onnan folytatjuk, hogy az orvosi kamara azt kéri, hogy ne legyen ez a járvány a politikai csatározások terepe, és még a médiát is önkontrollra, önmérsékletre hívta. Ezzel jövünk vissza nem sokára. Folytatjuk is a naphírét Mesterházy Attilával, Holoda Attilával és Nemes Balázsral. Ugye ott hagytuk abba, hogy megmutattuk a Magyar Orvosi Kamara Győri Szervezetének felhívását, amiben egy 3-4 órás tréningen önkénteseket képeznének arra, hogy a Covid osztályokon, hát gyakorlatilag ott segítsenek, ahol tudnak ágyneműt cserélni, pelenkázni, véroxigén szintet ellenőrizni, pulzus számolni, és ennek a tréningnek a felhívásáról szórólapot tett le Stummer János ma a parlamenti asztalára a KDNP-s politikusoknak, azzal a kommenttel, idézem: nem gyónni kell most, drága keresztény demokraták, hanem vezekelni. És azt is írta a Facebook oldalán, hogy szerinte az ő idejükből kitelik, és törleszteni is itt a legszentebb ideje, amit lerohasztottátok az egészségügyet, a legsötétebb órákban pedig elüldöztétek onnan ezreket. Írjátok meg csak szépen a jelentkezéseket, játszatok végre a saját életetekkel is. Ezek nagyon erős mondatok, és hát ugye az orvosi kamara pont arra hívja fel a figyelmet, hogy nem a politikai csatározásnak lenne most itt az ideje, de hát persze a parlamentben ma is téma volt a járvány, úgyhogy mutatunk ebből egy kis ízelítőt, hogy mi hangzott el ma ott. Felelősségvállalásra szólította fel Tordai Bence a kormányfőt, és azt kérte, hogy legalább az emberi erőforrások miniszterétől váljon meg. De mondjuk akkor legalább mentse fel Kásler Miklóst. Az ő hiánya a védekezésben nem fog senkinek sem feltűnni, hiszen eddig sem játszott érdemi szerepet, és legalább akkor ennek a felelősségnek valamelyest meg tudnának felelni. A DK frakció vezető helyettese egyebek mellett a Covid halálos áldozatainak magas számát hozta szóba. Tudják, mi a helyzet a halálesetek számával? Az elmúlt héten Magyarországon halt meg lakosság arányosan a legtöbb ember az egész világon, 192 ország közül. A képzeletbeli Gyurcsány-görbe ennél sokkal alacsonyabban fut. Ha az érvényesülne, akkor kevesebb, mint 1 millió embert oltottak volna be Magyarországon. A különbség közel 600 000 ember, ennyivel kevesebb magyarnak lenne most, vagy rövidesen védettsége. Ez katasztrófa lenne. Mindeközben a Magyar Orvosi Kamara arra kérte a politikusokat, hogy fejezzék be a hamis illúziók keltését, a vádaskodást. Kérték a sajtó képviselőit is, hogy ne legyen szakadék a kormánykritikus és a kormánypárti hírek között. Most az összefogásnak, az azonnali cselekvésnek van ideje, és nem a széthúzásnak és hibáztatásnak. Ahol akarat van, ott út is van. Zárul a MOK közleménye. Elhívásra, vagy nem tudom, segélykiáltásra csak bólintani lehet, nem? Mondom ezt önkritikusan is, mint újságíró. Hát igen, mert ugye nyilván a sajtót is felszólította az orvosi kamara, és van is benne valami. Tehát az, hogy most már tényleg mióta ez a járvány elindult, azóta más sincs a címekbe, csak ezek a szenzáció, hajhász és klikvadász címek, ez borzasztó egyébként. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg torz hírt közvetítenek azzal, hogy rossz a cím, nem is arról szól a cím, amiről maga a cikk szól, vagy az az adott tévériport, vagy bármelyik. Én szerintem ez borzasztó nagy hiba. De visszatérve arra, hogy a politikusok, tehát hogy nyilván majd a politikusok urak erről fognak nyilatkozni, én tényleg azt látom ebbe a dologba, hogy egy ilyen eszetlen oda adok-kapok megy most már jelenleg. Most már nem számít, hogy mit mond a másik oldal, most már csak az számít, hogy én egy újabb gyurcsányozást tudjak elmondani 12 évvel a Gyurcsány kormány után, tehát abszolút nincs értelme. Tehát aki 12 év alatt nem képes egy előtte lévő 8 évnek a kormányzását kijavítani, az alkalmatlan a kormányzásra, és ebből a szempontból mondjuk úgy, hogy talán a Tordai Bencenek még igaza is van, mert a Kásler Miklós az egyetlen, aki ebből az egész rendszerből nem fog hiányozni. Észre se vennénk, ha nem lenne miniszter. Na jó, de ez is teljesen irreális, hogy egy ilyen válság közepette nyilván nem foglalkozni. Tényleg ilyenkor, amikor fölállnak akár az ellenzékiek, de mondom, majd a politikusok ezt kommentálják, akkor azt kellene elmondani, hogy kérünk egy tájékoztatást arról, hogy jönnek ezek, milyen ütemezésbe, oltások, az oltási pontokat. Hát kérni kérik, hogy látom. Hogyha szabotálja a kormány. Egyébként a kormány is valószínűleg sokkal többet nyerne azzal, hogyha nyitna. sokkal többet. Tehát, hogyha én értem, hogy ők mindig a választási lehetőségeket, meg az előnyöket mérlegelik, meg közvéleménykutatás, de sokkal többet lehetne nyerni azzal, hogyha ezt az egész oltási mizériát rendbe rakni, akár úgy is, hogy leülnek most már végre az ellenzékiekkel, és megbeszélik közösen, mert onnantól kezdve, hogyha van egy közös sajtótájékoztató, kiállnak együtt, onnantól kezdve nincs appellát. Na, akkor kíváncsi vagyok, hogy ugyanez a parlamentből hogy néz ki, meg az utcáról hogy néz ki, mert ugye pont beszéltük, hogy azért van egy momentumos országjárás is éppen. Azért az is csak egy kicsit igaz, hogy nem vagyunk parlamenti párt, mert ma például a Katka fel fog szólalni a parlamentben egyébként. Fél lábbal. Igen, nem is tudom, 58 másodpercet kapott valami ilyesmi. Úgyhogy most már hosszabb, mint a legutóbb a Donát Annáé, az ugye egy 20 pár másodpercet élt meg az a felszólás, úgyhogy elég érdekes meccs lesz, de nem akarom elvinni a témát. Igazából szóval van olyan ország, ahol az egészségügyminiszter lemondott. Nem is egy. Hát, hogy azt mondani, hogy egy válsághelyzetben nem lehet egészségügyminisztert cserélni, hát tőlünk nem messze, Szlovákiában lemondott, ugye, ha jól emlékszem, a miniszter. Tehát azért ez nem ördögtől való kérés, amit a Bence mondott, ráadásul itt Magyarországon ugye 3 miniszter viszi a Káslernek a feladatát, a külügyminiszter, a belügyminiszter, meg a honvédelmi miniszter. Tehát tulajdonképpen ennél, hát nem jól szó, hogy szebb, de ennél világosabb beismerése annak, hogy ez a miniszter tulajdonképpen nem képes ellátni azt a feladatát, amire oda jelölték őt, az teljesen biztos. Én úgy látom, hogy Orbán nagyon hisz ebből a 3H szabályba, nem tudom, tudjátok-e mi ez a hülye-hülyét hoz szabályba, és valószínűleg ezért nem váltja le a Káslert. De a másik, egy pillanatra komolyabban véve ezt a kérdést, én megfigyeltem az Orbánnak most a válaszait. Ez nyilván Mesterházy Attila véleménye, csak Kásler Miklósnak az emberválasztási szempontjából. Most hát én egy szabályról beszéltem, tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerintem mindenki érti, mire akarok utalni. Tehát nem a szellemi képességére a miniszternek, de a teljesítményére mindenféleképpen ezen a területen. Na most a másik, hogy én megnéztem a miniszterelnöknek a válaszait most a múlt héten az azonnali kérdések órájában. Mindegy, hogy mit kérdeztek, és mindegy, hogy az odaillett az a válasz, vagy nem, a következő volt a válasz. Kérem az ellenzéki képviselőket, ne akadályozzák a védekezést, ha már segíteni nem akarnak, és ne hagyják abba az oltás ellenes kampányukat. Valami őszintén ebből nekem már, hát bocsánat, hogy mondom, a T betű szót nem mondom, a másik, a tudatom tele van ezzel. Szóval az, hogy engem azzal megvádolnak, hogy én tulajdonképpen magyar embereknek a halálát kívánom, mert én oltás ellenes kampányt folytatok, hogy minél kevesebb ember oltassa be magát, az ugye mit jelent implicite az, hogy minél többen fognak meghalni, és ezt mondják másikkor, meg arról beszélnek, hogy majd együtt kell működni, miért nem akar az ellenzék együttműködni, mert ők annyira akarnak velünk együttműködni, a nagy francokat akarnak együttműködni. Ők azt a dupla vagy semmit játsszák, hogyha jól sikerül a válságkezelés, az jobb az ellenzék nélkül végigcsinálni, hiszen akkor minden az ő sikerük, és lámi, akkor is megoldottuk, hogyha ezek a szemetek nem akartak segíteni. Normál esetben, egy normál demokráciában az van, amit te mondasz. Az ellenzék is, a kormány is együttműködik egy ilyen esetben, de ez mindig úgy kezdődik, ahogy tetszett mondani, hogy a kormány tesz egy lépést az ellenzék irányába, bevonja. Én honnét tudjam, hogy az operatív törzs zárt ajtók mögötti megbeszélésein mi van. Én is ugyanazt látom, amit önök látnak újságíróként. Fontos, hogy ezt a gesztust a kormánynak kell megtenni. Ő van hatalomban. Így van, tehát ő teheti meg az első lépést. És hogy néz ki ugyanez mondjuk parlamenten kívülről, mondjuk amikor tényleg egy választóval vagy szimpatizánssal találkozik, például a Momentum, mit várnak el egy ilyen helyzetben egy ellenzéki pártól, amikor azért ezt nyilván érzékeli a választó, és hogy itt nagyon az ellenzék nem rúg labdába, hogy milyen döntés. Megmondom őszintén, nekem nem volt, és most itt néhány szórólapozás, nyilván nagyon mi is visszafogtuk minden jellegű tevékenységet, ami nekünk ugye remélem, hogy mindenki másnak is, de hogy elemünk az, hogy személyesen találkozunk a választóval, ezt nagyon le kellett tekerni most. Én annyit tettem, hogy szórólapot osztogattunk az elmúlt hetekben néhány helyen, mert nem osztogattunk, hanem hogy szórtunk szisztematikusan, és volt pár ember, akivel ezt futottam a kertbe kapált, és ilyen 3 méter távolságban váltottunk pár szót, és ott nekem eléggé szívenütő volt az, hogy több idős is azt mondta, hogy persze szimpatizálunk, önre szavazunk, ez jó az a program, tetszik, és örülök neki, hogy személyesen eljött szórólapozni, ha megéljük. És ez annyira lekerekítette a beszélgetés végét, így legörbült a szám, hogy így itt van előttem egy 70 éves ember, akinek még van bő jó 10 év, jó kondiba van. És a saját életkilátásait egy ilyen fekete humorral üti el, mert úgyis mindegy alapon van. Ez egy borzasztóan, és nekem ez letaglózott, mert nem volt ez, tehát én nem úgy hoztam fel, hogy ez volt a téma, hanem így ez egy ilyen lemondó, rezignált kis utolsó félmondat volt. És ez így másodszor, harmadszor, negyedszer, ötödször megtörténik, az nagyon kellemetlen. És nekem engem ez azért érint rosszul, mert ez az egész, hogy a világon a halálozási statisztikákat vezetjük, ez nekem egy, nem az én kudarcom ugyan, de nekem nagyon rosszul esik, mert én nem azért kezdtem el politizálni, hogy meggazdagodjak belőle, vagy nem tudom, hanem azért, mert hogy alapvetően segíteni szeretnék az embereken. És ha nem vagyok rá képes, sem közgazdászként, sem politikusként, mert meghalnak, mert a kormány rosszul politizál, és nem engedi, hogy javító szándékkal odalépjünk, ennek témának kell lennie. És azt gondolom, hogy a médiának erről is kell beszélnie. Én most ezt a személyes vonalat tudom, hogy ez engem iszonyatosan letör, mert, vagy még jobban feltűzel, vagy nem tudom, bocsánat, kicsit fel vagyok zaklatva, mert én erre tettem föl az elmúlt x évemet, hogy ezen javítsak, hogy az emberek életén javítsak. És nem tudok mit csinálni vele, mert hogy még a segítő szándékú kezet is elütik maguktól, se adatot nem adnak ki, se nem vonnak be a döntéskezelhozásba, még az utókommunikációba se, de az előkommunikációba se, még abba se, hogy legyen egy kampány az M1-en arról, hogy minden ismertebb politikus, a 20 legismertebb politikus nyilvánosan beoltják bármelyik vakcinával, és csak legyen könyörgöm. Semmilyen nincs. Én azt mondanám, tudja, hogy valószínűleg a magánrepülőgépnek az ablakából, miközben megérkezik Dubajba vagy a Maldív-szigetekre, ott biztos másképpen látják ugye ezt a kérdést. Nem találkoznak ezekkel a választókkal, nem hallják ezeket. Nekik ez nagy problémát nem okoz, hogy kell együttműködni meg, hogy mit szeretnének a választók. Én azt gondolom, hogy egy normál helyzetben a választó természetesen ilyenkor azt várja el a politikusoktól, tessék összefogni, összekapaszkodni, együtt megoldani, és majd amikor túl vagyunk a nehezén, akkor majd megint lehet ütni egymást, hát van annyi téma, amivel ez megoldható. Én úgy látom, hogy nem ez a helyzet már Magyarországon, ettől függetlenül szerintem a választóknak egy jelentős része valószínűleg egy ilyen várakozás, vagy ezt várná. Aztán másik oldalról biztos, hogy ezt pártpolitikai alapon is úgymond törik, ahogy szoktuk mondani, hogy aki fideszes, az valószínűleg ezt megint másképpen látja, mint aki ellenzéki szavazó, és éppen itt a szünetben beszélgettünk, hogy egyben egy tény és való, hogy sajnos az én megítélésem szerint ez a vírus helyzet, kommunikáció, járványhelyzet, mindegy, hogy hívjuk, ez átpártpolitizálódott. Most azért direkt nem a politikát mondom, mert minden társadalmi téma való politika, de ez átpártpolitizálódott. Én ennek személyesen, bevallom őszintén, nem örülök. Én többször tettem arra kísérletet, hogy próbáljuk ezt másképpen megközelíteni, több-kevesebb siker, inkább kevesebbel, de alapvetően én azt gondolom, hogy az nem tesz jót az országnak, hogy egy ilyen helyzetben, és ebben van személyes felelősségem, nekem is ellenzéki politikusként félreértés ne essék, tehát nem akarok mindent a Fidesz nyakába varni, de amikor én is azt hallom, amit az imént is mondtam, hogy én implicite gyilkossággal vagyok megvádolva, akkor én is azt mondom tényleg, hogy a szívlapátot veszem inkább elő, azzal kergetem őket, mert hát menjetek már most már nyátokba, hogy... Ugye az tényleg egy szívenütős mondat, hogy ha megélem, amit napi hallott. Szinten. De ugye azért kérdés, hogy a választó, aki mondjuk nem az egyik-másik törzsgárdának a tagja. Ők a többség? Mivel indokolja ezt? Tehát, hogy azért kerül ilyen helyzetbe, hogy vagy megélem, vagy nem. Mert a magyar egészségügy az ilyen, és ezt beáraszták a választók. Ugyanúgy, hogy a korrupciót is beárazzák, hogy ez ilyen, ezzel senki nem tud mit kezdeni, hogy ez egy 20 éves örökség, vagy azt mondja, hogy a kormány valamit nagyon félrekezelt. Szóval, ez nagyon lesz mindegy, hogy azért nagyon szomorú szerintem, mert azok az emberek, akik ebbe az apátiába belesüllyedtek, az ő saját apátiájuknak a megelőző 30 évének az egyik következménye az, ahol most tartunk. És ezzel nem őket hibáztatom, és nem is kell nekik ezt így nyilván visszatekinteni, mert tulajdonképpen nem az egyes emberek felelősség azért a nap végén, hanem inkább azoknak a pozíció lévő néhány vagy kevesebb embernek a felelőssége, aki meg akkor nem szólalt fel, amikor lehetett volna. Mert egy választó persze szavaz, de neki nincs komoly napi szintű befolyása arra, hogy valakit hova vesznek föl, lemondatják-e, mennyi a fizetése, hitelesen dolgozik-e, jól csinálja a dolgát, de a politikusnak meg a döntéshozónak van. Tehát alapvetően ebben áll a kormányzás felelőssége, hogy ezeket a döntéseket a választók helyett meghozni, a felelősséget felvállalni akkor is, hogyha jó és hogyha rossz, és a választónak elmagyarázni, hogy ez azért kellett, mert ez a világos politikai keret. És tehát ez a dezorientációt meg az apátiát érzem, nem tudnak vele mit kezdeni érdemben, nem gondolják, hogy a szavazatuk ezen változtathat, lehet, hogy behúzzák rám az X-et, és ennek örülni fogok, bízom benne, hogy jobban végzem a munkámat. Hát, akkor most a mai adásunknak a lezárása, pont, hogy egy picit ebből az apátiából kizökkentsük a nézőinket is, az, hogy azt kérdeztük önöktől, hogy a Magyar Orvosi Kamara véleményével egyetértenek-e, magyarán, hogy az összefogásnak van itt az ideje, és hát abszolút döntő többsége a mi nézőinknek azt mondja, hogy igen, most egy ilyen nagy bajban össze kell fogni, és nem a másikat hibáztatni. hibáztatni, és csak 5% mondta azt, hogy nem ért egyet ezzel a véleménnyel. Köszönöm szépen, hogy itt voltak ma este, és önöknek is köszönöm szépen a figyelmet. Most jön a híradó, aztán, amíg az egyenes beszédben is találkozhatunk. Szép estét, vigyázzanak magukra!